Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Televízió nézőit. A mai evangéliumot nem olvasom föl, mert hosszú névsor olvasás lenne. Nevek sokaságával találkozunk, 3x14 névvel, Ábrahámtól egészen Jézus Krisztusig. Mire is hívja föl a figyelmünket Máté evangéliumának ez a szakasza, ahol Jézus családfájával találkozunk? Elsősorban arra, hogy Jézusnak a megtestesülése valóságos volt. Ebbe a világba való eljövetele nem egy hirtelen és minden előzmény nélküli esemény volt. Hányan és hányan jönnek be hozzánk is a plébániára egy-egy év során, hogy szeretnének belelapozni az anyakönyvekbe, szeretnének anyakönyvi kutatást végezni, mert össze akarják állítani a családfájukat. Meg akarják vizsgálni, ki akarják kutatni, hogy kik is voltak az ő őseik, az ő családjuk mióta létezik ebben az országban, és a múltjuknak hogyan is alakult a sora. Igen, az emberekben él egy egészséges és helyes kíváncsiság erre vonatkozóan. Az ilyen ember, aki keresi a családfáját, kutatja az őseit, az elődeit, tudja, hogy nem előzmény nélkül érkezett ebbe a világba. Sok-sok embernek volt köze ahhoz, hogy ő megszülethetett ebbe a világba, és valamiképpen az ő megtestesülése, beleszületése ebbe a világba, ez bizony egy hosszú folyamat eredménye. Azzal, hogy az evangélium hozza Jézusnak a családfáját, elsősorban erre hívja föl a figyelmünket. Jézus igazi emberré lett. Voltak ősei, szülei, nagyszülei, dédszülei, ükszülei, sőt egészen Ábrahámig a választott nép ősatjáig visszavezethető az ő családfája. Vagyis Jézus nem csak úgy megjelent egyszer csak a világban, mindenféle előzmény nélkül, hanem Isten örök terve szerint, kezdettől fogva, folyamatosan jött, érkezett ebbe a világba. Nagyon sok embernek volt köze az ő őseinek, az ő születéséhez. Ebből a hosszú-hosszú sorból, a 3x14 névből csak egy lett volna olyan valaki, aki azt mondja, hogy nem, én nem teljesítem azt a küldetést, amit Isten rám bízott. Nem, én nem akarok például házasodni vagy szülő lenni. Megakadt volna a sor. És valahogy a Messiás megtestesülésének más módon kellett volna megvalósulnia. Nagyon sok embernek kellett igent mondania Isten akaratára a történelem során ahhoz, hogy aztán elérkezzen a csúcspont, Jézusnak a megszületése, beletestesülése ebbe a világba. Számunkra vajon mi a mondani valója ennek a mai evangéliumnak? A mi életünk sem előzmény nélküli. Mi is nagyon sokat köszönhetünk a múltnak, a múltban élő embereknek, különösen azoknak, akik a mi családunkhoz tartoztak, akik a mi őseinket alkotják. Igenis szükség volt az ő igentmondásukra, szükség volt az ő helytállásukra, a történelem viharaiban való kitartásukra, ahhoz, hogy mi megszülessünk ebben a világban. De ugyanakkor utánunk is lesznek majd emberek, utánunk is lesznek még korok, legalábbis ebben bízunk. Éppen ezért nekünk is úgy kell gondolkodnunk a jövőről, hogy noha én a jelenben élek, a jelenben van néhány évtizedem itt a Földön, de közöm van a jövőhöz. Azzal, hogy helyesen teljesítem a kötelességeimet, odafigyelek az emberi kapcsolataimra, megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni magamból, a lehető legjobbat adni magamból, mind a munkámban, mind az emberi kapcsolataimban, ezzel hozzájárulok a jövőnek az építéséhez. Az én egyéni küldetésem a világban az egy, ezt is persze teljesíteni kell, de felelősségem van a jövő iránt. Felelősségem van a tőlem születőkért, az utánam származókért, azokért, akiknek Isten a jövőben szán még életet itt a Földön. És ahhoz, hogy a kötelességemet, a felelősségemet teljesítsem velük kapcsolatban, bizony nem csak a földi élet továbbadására, hanem az örök élet, vagyis a hit továbbadására is törekednem kell. Nem csak a földi életemet kaptam az elődeimtől, hanem kaptam a hitemet is, az Istennel való kapcsolatomat. Aki igazán felelősséget vállal a jövőért, az igyekszik a következő nemzedékeket is a hitre segíteni. Elsősorban saját gyermekeit, unokáit. Én arra biztatom a mai napon a Kecskeméti Televízió nézőit, hogy érezzék a felelősségüket a jövő iránt, a jövő nemzedékek iránt, és igyekezzenek a hitüket, az Isten iránti szeretetüket is továbbadni azoknak az embereknek, főleg a gyerekeknek, fiataloknak, akiké a jövő.